2006-ban a vezetékes és a mobil szolgáltatások összevonásával létrejött Magyarország legnagyobb telekommunikációs cége, és ugyanebben az időben eldöntötték azt is, hogy a 6 telephelyen működő vállalatot egy központi székházba kell összevonni. 2013-ban, 7 éves előkészítés munka után mi is bekapcsoltunk a folyamatban. A lépték 4500 munkahely, az Magyarország 328. legnépesebb települését jelenti, és az alapterület az a budapesti irodapiac hozzávetőlegesen 2%-át. Az Üllői úti homlokzatot, annak a feleségét azt formálta, hogy az építési szabályzat előírta, hogy a kereszteződésből rálátást kell biztosítani a stadionra. Ehhez és hasonló akadályokon keresztül jutottunk el a ház terveihez, gyakorlatilag az akadályok jelentették számunkra az utat. A külső zajban, ami érkezett, a legnagyobb akadályt mégis saját magunk jelentettük, az építészek. Az egészségtelen hitünk abban, hogy nagyon fontosak vagyunk, mindenről és mindenkiről egyedül mi fogunk dönteni. Ez alapvetően nagy hiba volt szerintem. Hát igen. Füles mondta a Micimackóban, a nagy képűség. De hogyan lehet az építészeti egót kordába tartani? Alázattal, csapatmunkával és szervezettség és együttműködéssel. Ez a csapatunk, akik az épületet tervezték, ők az igazi építészei a háznak. Amint látjátok a képen, nem lehetett itt sajnos mindenki. Valaki már nem tudott, vagy nem lehetett rajta. Például a cégünk alapítója Tiba János sem. Az egész beruházás komolyságát és léptékét is jelöli, hogy egy, azaz egy ember tudta az egész beruházást végigvinni tervezési szempontból. Elejétől a végét sárgával emeltem ki a képen, ő Honti Viki. Ő végdolgozta mind az 5 évet, és tulajdonképpen az ő ötlete alapján dolgoztuk ki azt a beépítési koncepciót, amivel végül megnyertük a pályázatot. Ehhez az inspirációt a fraktálelven működő Mengel szivacs adta, és ezt torzítottuk, alakítottuk, formáltuk, míg végül a 3 belső udvaros térsorra fölfűztük a programot. Amit látjátok ezen a hosszmetszeten, ez valójában egy fekvő felhőkarcoló, amit a 3 udvar köré szerveztünk. Balról jobbra látjátok a fedett publikus teret, a zárt félpublikus teret és a teljesen nyitott privát teret. Ha indulunk ezen az úton befelé a házba, akkor először a 7 darab 25 méteres előregyártott vasbeton pillérrel találkozunk, ami a fölötte lévő kétszintes irodateret tartja. Ez a 7 oszlop egyenként egy-egy darabból van, külön útvonal engedéllyel tudtak csak ide bejönni, és úgy tudták csak őket beépíteni. Mi természetesen a koncepció tervezés során ide kétirányú konzolt terveztünk, mindenféle alátámasztás nélkül. Ennek ellenére azt gondolom, egy év után ez a megjelenés már ikonikussá vált, beszivárgott a képzőművészetbe, és akkor jövök az autóval a reptér felől, akkor gyakorlatilag mindig úgy érzem, hogy megérkeztem ebbe a városba. Ezt a hídszerkezetet tartják a pillérek. Erre egy külön csapat volt mind a tervezésére, mind a kivitelezésére az egész beruházás alatt. Az építés közben olyan rémisztő volt, hogy a statikusunk nem mert rámenni, pedig ugye ő tervezte. A következő tér, ugye az átrium, ez az egész beruházásnak a szíve. Ehhez kapcsolódik gyakorlatilag minden fontos tér, a főbejárat, a konferenciaterem, az étterem, egy kávézó, és a végében látható egy olyan panoráma lift, ami egész nap fölle mozog, és egy kinetikus szoborként az egész teret aktiválja. Ez pedig a titkos és zárt belső kert, amit csak a dolgozók láthatnak, használhatnak. Ez végül is egy rekreációs zöld felület, egy belső tóval, illetve vannak munkállomások is, külső munkállomások az egyes pavilonokban. Ha valakinek ehhez van kedve, akkor kint tud dolgozni.
Egy másik képzőművészeti feldolgozása az épületnek, erről majd a Flóra fog beszélni az előadás után. A kőszegi Flórának a festményen is ez megjelenik, illetve a koncepciótervezés során ő festette meg ezeket a homokzatokat. Hogy jól látszik az alapvető elgondolás, hogy van egy monolitikus üvegszerkezet, és abba különféle bemetéseket tettünk kristály szerkezetben. Ugye ez jellemző az irodánk, az a kristály formavilág. Itt a konszignációs kivitelterekben a megvalósult állapot, azt fontos megjegyezni, hogy ezek a bemetszések, ezek nem öncélú formai megoldások, ezek mögött minden egyes esetben az irodaterekhez kapcsolódó közösségi tér található. Például itt van egy belülről. Tehát ez azt jelenti, hogy a irodai belső funkció abszolút megjelenik a homlokzaton is, kivetül rá, és ezeket jelöltük a homlokzaton is. A ház tervezése során nagyon sok innovatív megoldást találtunk ki, azért, hogy az épületnek a transzparens kialakítása és átláthatósága megmaradjon. Ez fontos volt a építészeti koncepció és a vállalat működése szempontjából is. Itt éppen egy homokzati tűzterési gátat látok. Ha nem látjátok, hogy mit kell nézni, akkor jól dolgoztunk. Az a felső edzett üvegszerkezet volt az. Pedig egy saját történet a végére. Az iroda 10. születésnapjára Perényi Lóránttal szerettünk volna egy ajándékot készíteni magunk számára. Egy olyan burkolatot terveztünk, ami szerintünk jól kifejezi az irodánk szellemiségét. Ez több darabból álló, szabadon alakítható, formálható, összerakható burkolatot jelentett. Ez annyira jól sikerült, hogy a prototípus után a Kaza elvállalta ennek a gyártását, és ez került be az irodaház fontosabb reprezentatív terébe, mint például a főbeállti recepciós pult mögé is. Röviden ennyi fért bele ebbe az előadásba, köszönöm szépen a figyelmet, és itt az asztalnál vannak oktogonok, ami oktogon külön számok az épületről, és köszönöm szépen a segítségét az összeállításában a prezentációnak Csépányi Diának. Köszönöm.